Kéne ismerni Leonardo utolsó vacsora című festményét. Jézus Krisztus szenvedés története és halála a kereszténység kialakulását határozta meg, az egyházak pedig több mint egy évezredre az európai kultúra alapját adták. Húsvétkor a passióra és a feltámadásra emlékeznek a keresztény hívek. Számos előadás is a megváltó életének végóráit mutatja be, csak úgy, mint az izraeli rendezésű Máté Passió 27-27. Ennek főpróbáján járt stábunk. A keresztény hagyományban természetesen Jézus kapja a legnagyobb figyelmet. Azonban ebben az átdolgozásban nagy szerepet kap Júdás története is, aki aztán később elárulja Krisztust. Talán éppen ezért Tamir adaptációjába az antiszemitizmus kezdetét is beleláthatjuk, hiszen a megváltó halála miatt őt is hibáztatták. Így mondhatom azt, hogy ebben a darabban fontos szerepe van Júdásnak, és a karaktere is jobban ki van tomborítva. A Tamir Günc izraeli magyar koreográfus által rendezett táncdarabban nagy hangsúlyt fektetnek Júdás karakterére, hiszen Jézus szenvedésének és halálának megértéséhez szükséges ismerni a megváltó árulójának történetét is, a Krisztust alakító táncművész szerint. Az egyik a műben szereplő táncos elmondta, a darabot nem elég egyszer megnézni, hiszen sokat kell gondolkodni a látottakon. Nagyon szeretem ezt a darabot, mert egy kicsit úgy érzem, hogy nem mindig tisztán azt mutatja meg, amit látunk. Számos réteg van a látottak mögött. Így nagyon kell figyelni, hogy éppen mit is nézel valójában. Amikor pedig vége az előadásnak, a nézőben számtalan érzés vagy érzelem fog kavarogni. Talán kicsit össze is zavarodik az ember. Azért, mert nem tudhatod, hogy mit is láttál az előadásban pontosan. A produkció koreográfusa az előadással szeretne hidat építeni nemzetek és vallások között. Holokauszt túlélők fiaként ezt feladatának is érzi. We should all put hatred behind us. Mindannyiunknak magunk mögött kell hagynunk a gyűlöletet. Jézus az a megváltó, akire vágytunk, és aki megadta nekünk azt a hitet, hogy minden jóra fordul, különösen a pandémia vagy a háború időszakában, amikor mindannyian várjuk a Messiást. Mindenki békét akar, és élni a mindennapi életünket, szóval igenis szükségünk van a reményre, Isten reményére. Az előadásban ezt kívánom tehát bemutatni. Tamir Günc izraeli magyar koreográfus büszke származására, így örül neki, hogy a 10. Színházi Olimpia EGRI állomására hozhatta táncművét.